mindenki eljön, nagyon sokan leszünk. Azt el se tudom képzelni, hol fogunk elférni, mondja Tóth Lászlóné, a Nyitott Világ Alapítvány alapítója, aki arra készül, a fennállások 25. évfordulójának ünnepén meghív mindenkit, aki valaha is az iskola tanulója volt. 2000-en leszünk, ha mindenki eljön, mondja. Akkor valahogy úgy megéreztük, hogy a közoktatást, köznevelést ki kell egészíteni, mert ott azért minden kötött, nyilván arra is nagyon nagy szükség van, de kitaláltuk, hogy legyen egy olyan alapítvány, egy olyan lehetőség, ahol a diákok még pluszban tudnak valamit kapni, használható nyelvtudást, konkrétan nyelvvizsgára való felkészítést, például érettségire, tehát sok minden célunk volt. Hát ez elindult 25 évvel ezelőtt, és hát a 25 év ugye nem kevés, most ott tartunk, hogy hát több ezer diáknak sikerült ebben segíteni. Hamar túl voltunk azon, hogy aki családi vagy rokoni alapon megtanult egy nyelvet, az beszél mondjuk németül. És felmérték, hogy jó az, ha a külföldi útjaik során tudnak rendelni angolul az étteremben. Egyre több családban a gyerekek karrierjének megalapozását látták a használható nyelvtudásban. Amit én megtapasztaltam a 25 év alatt, az a következő. A diákok mind elkötelezettek, akik nálunk tanulnak, ebben semmi változás nincsen. Ami változást én észleltem, hogy egyre fiatalabban kezdik el a gyerekek a tanulást, tehát általános iskola felső tagozatában, és mivel én egész életemben gimnáziumban dolgoztam, nekem is ez egy nagyon nagy élmény volt látni azt, hogy ezek a diákok ugyanúgy tudnak tanulni, ugyanolyan befogadók, ugyanolyan gyorsan tudnak gondolkodni, olyan elkötelezettek. Az évközbeni tudásanyag elmélyítésére találódott ki a nyári nyelvtábor minden esztendőben, amiből eddig már 16-ot számlálhattuk. A tábor érdekessége és különlegessége, hogy anyanyelvi tanárok tanítanak, akik tökéletes nyelvismeret mellett hozzák az ország kultúráját, ami csak gazdagabbá teszi a gyerekeket. És a visszajelzések, hogy megértették magukat idegen földön is jelentős lökést adott számukra minden esetben. De térjünk vissza egy kicsit az idei évre. Az ősz az egy olyan időpont, amikor a régi diákok is tudnak jönni, akik már egyetemen vannak, meg hát nyilván olyanok, akik már réges-régen dolgoznak, és a gyerekeik tanulnak már az alapítványban. Hát én bízom benne, ahogy eddig is, 5 évente megünnepeltük a jubileumokat, úgy az idén is ez sikerülni fog. Vannak ugye az emberben célok, és az ember ezeket a célokat így folyamatosan eléri, de valójában azt gondolom, hogy a szép mindig a célhoz vezető út szerintem, amikor csináljuk, és akkor az egy visszaigazolás, amikor elérjük, de abban a pillanatban ott a következő, és így folytatjuk. Valószínűleg minden érintett számára nagy élmény lesz látni, amikor olyan családok érkeznek, ahol a szülők és a gyerekek is itt szereztek nyelvtudást.